Belépve és jobbra indulva a kiállítótérben az első vitrin punkagyörgy, a szakterület első hatósági műszaki felügyelője, hőlékbalon és hőlékhajó berepülő pilota relikviái láthatóak. A vitrén tetején Magyarország első hőlégballon versenyének vándorkupája látható. A verseny Budapesten kezdték egy közös függeszkedéssel 1980-ban, majd az ezt követő években bonyolították az első hőlégbalon versenyeket 1981-ben Dunaújvárosban, majd néhány évig Öcsényben, a Malév és a British Airways csapatai között. A múzeumunk megnyitó ünnepségének meglepetés vendége Pete Bish volt, a British Airways örökös kapitánya, aki a vándorkupát a múzeumnak adományozta.